Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Báránybőrbe jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseiktől ismeritek fel őket. Szednek-e tövistől szőlőt, vagy bojtorráról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, nagyon érdekes és mély üzenetet hordoz a mai első olvasmány. Józsiás király uralkodásának idején vagyunk, 621 tájékán, alig foglalja el a trónt, és egy jelentős esemény történik az életében. Helkiás főpap az írnoknak, Sáfánnak elmúlságolja, hogy megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában. Az Ószövetségi Szentírás egyik könyve, úgy látszik a biblikusok szerint a Deuteronómium, tehát Mózes 5. könyve elveszett időközben. A templomba valahol elhevert. És a főpap Helkiás megtalálja ezt a könyvet. És felolvassa a fiú, a írnok, felolvassa a törvénykönyvet a főpapnak. Aztán jelentik a királynak, hogy szolgáid parancsod szerint összeszedték a pénzt, amelyet az úrházában volt, és odaadták az úrházában dolgozó munkások felügyelőjének. Még azt is jelentette Sáfán írnak a királynak, Helkiás főpap egy könyvet adott nekem. Aztán felolvasta a király előtt. És a király, amikor végighallgatja a törvény szavait, megszagadta ruháját. Egy szent könyv elhever a templomba. Mózes könyve. És amikor a király, Józsiás, hallgatja a könyvnek a szavait, akkor elsírja magát, megdöbben. Mi van ebben az országban? Mózes egy könyve el tud veszni. És micsoda tartalom? És bánatában, mert ő is felelősnek érzi magát az eltűnt könyvért, megtépi ruháit, bűnbánat jeléül. És akkor, hogy ez a könyv meglett, elrendeli a király, hogy menjetek és kérdezzétek meg az urat, hogy a most előkerült könyv szavai mennyiben vonatkoznak rám, valamint a népre, és egész Júdára. És megkapja a választ, hogy bizony rólad szól ez a könyv, meg a népnek szól ez a könyv. És akkor királynak a lélek jelenléte, a király összehívta Júda és Jeruzsálem összes előjáróit,
Majd fölment az Úr templomába, és vele együtt Júda férfiai is, és összegyűjtötték a templomtérre a föld, a Júda apraját és nagyját. És fölolvassák a törvénynek a szövegét, és a király ott a néppel együtt megújítja Jahvéval való szövetséget. Testvérem, hányszor hallja az ember, hogy beszélget az emberekkel? Szoktál Szentírást olvasni? Hát valahol ott van a könyvespolcon, nem tudnám megmondani, hogy hol. Körülbelül erről az esetről van szó. Egy templomba el tud keveredni Isten írása. Otthonainkba is. És amikor előkerül végre, hadd mondjak egy történetet, hogy orvostan hallgató lány járt hozzám első keresztelési előkészítőre. Nyáron fejeztük be az előkészületet, de nem tudta, hogy az ősei milyen felekezetűek. Mondtam neki, most már nyáron ne legyél elsázó, nem keresztellek meg, majd amikor visszajössz szeptemberbe. És valami ásatag nagynéni azt tudta, hogy ők evangélikusok lennének. És mindaféle nagylány kutatott, matatott a padláson. És talált egy bibliát a padláson, és bele volt írva valamelyik őse számára, hogy konfirmációd emlékére. Hát, és akkor megkerült ez a biblia ott a padláson, akkor visszajött és mondta, hogy ne haragudjak, de evangélikus szeretne lenni. Szóltam az evangélikus kollégának, aki akkor itt volt, hogy itt van egy nagylány, föl van készítve a keresztségre, nyugodtan kereszteld meg. Szóval egy nagylány megtalálta a padláson a Bibliát. Ma is hitét gyakorló ember. Megtalálni a Bibliát, mennyire fontos lenne sok ember számára. Néha szabad kérdéssel is segíteni. Ahogyan Józsiásnak könyvbefakadó meglepetés volt a Biblia, hogy hány embernek lehetne ugyanez. Ott van valahol a könyvespolcon. Az evangélium. Ugye a hamis prófétáktól való óvakodásra hív. Pap kollégával beszélgettem a napokban, azt mondja, te, hogy mennyi ezoterikával van tele a mai Magyarország. Nem is tudom, milyen beavató szertartás, és mennek el a templomjáró embereink is. A butaság óriási. Vannak hamis proféták, nagyon gyorsan, nagyon szuggesztívan, sikert ígérnek, tücsköt, bogarat ígérnek, és ugranak az emberek, és mennek oda. Óv bennünket, Krisztus, az ilyenfajta prófétáktól. Ez végig kíséri a hamis próféták története, az egész Ószövetséget is. Ugye voltak az udvari próféták, azok mindig ellesték, hogy mit kell mondani a királynak, mi esik jól neki. Hát a média emberei között is van ilyen. És azt mondták, amiért füzetnek. És voltak igaz proféták, akik mertek szembe menni az udvari profétákkal. Szóval a tömeg sodrásával haladunk-e a hamis profétákkal, vagy az igaz profétákra hallgatunk? Lehet, hogy nem látványosak, nincsnek látványos sikerek, extázisok, de kitartás az van,
meg hűség. És akkor Jézus mondja a hasonlatot a fáról. A jó fa jó gyümölcsöt terem. A tövistől nem szednek szőlőt. Figyelni a gyümölcsökre. Mindegyikünknek lehetnek olyan szakaszai, amikor megszédül, és beáll a hamis proféták sorából. Szóval tetteiről ismerszik meg a fa. Amen.